február 24-én ismét lesz városbál. Megszületett Bence, az év első 60-i babája. Népszerű volt a Ripoll-Rónai kiállítás. Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a 60 televízió híradóját látják, Barna Boglárka vagyok, mondom a részleteket. 4 év kihagyás után ismét lesz városbál 60-ban. Február 24-én újra a jótékonyságról szól majd minden a Nagy Endre rendezvényteremben. Idén 60 város óvodáinak, alapítványainak gyűjtenek majd. 60-ban ismét megrendezik a városbált. Az eseményt a koronavírus és a gazdasági nehézségek miatt nem tartották meg az elmúlt években, most viszont újraéled ez a hagyomány. 6. alkalommal rendezik meg a programot, amelynek fővédnöke Horváth Richárd polgármester. A jótékonysági est február 24-én 18 órakor kezdődik, ahol több produkcióval is készülnek. Így fellép a Táncevágy Partizánsz, lesz revűműsor, és Zséda is szórakoztatja majd a közönséget, emellett vacsora alatt is élőzenével várják a résztvevőket. Az idei városbál hangulatát a Molerús világa ihlette. Az esemény fő célja most is a jótékonykodás. A városbálokból befolyt összeggel támogatták már a Fogyatékkal Élők Nappali Intézményét, a 60-i Mentőszolgálatot, a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálat Védőnői Szolgálatot és a 60-i Gyermekorvosi Rendelőket is. A városbál mindig egy nemes célt tűz ki maga elé, és egy szervezetet, vagy éppen egy csoportot adományozunk a bálból befolyt bevétele. Nincs ez, máshogy az idén sem. Az idei adományozottak a 60-i óvodák, a 60-i óvodáknak az alapítványai. 7 óvoda működik a városban, minden 7 óvodának van alapítványa, és a városbál bevétele egyenlő mértékben, a városbál bevételével egyenlő mértékben fognak részesülni az óvodai alapítványok. Az idei városbálra a jegyek január 16-ától kaphatóak a Turinform 60 irodában. A belépő 20 000 forint, amely tartalmazza a vacsorát. Emellett vannak támogatói jegyek is, melyek szintén a jótékony célt segítik. Ezeket 5, 10 és 20 000 forint értékben lehet megvásárolni. Az alapítványokat a számlaszámukra elküldött összeggel is lehet támogatni. Január 6-án megszületett a 2024-es év első 60-i babája. Bence az első gyermek a családban, mindenki egészséges. A csecsemőt és édesanyját Lestján Balázs alpolgármester köszöntötte, aki azt mondta, egy gyermek születésének szimbolikus jelentése is van egy város életében. Január 6-áig kellett várni, hogy megszülessen 2024 első 60-i babája. Bence 2450 grammos súllyal, 48 cm-rel látott napvilágot. A 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet, szülészeti és nőgyógyászati osztályvezető főorvosa elmondta, hogy Bence császármetszéssel jött a világra, és a gyermek egészséges, valamint anyukája is jól van. Évről évre növekszik a szülés számunk. Amikor idejöttem, én 2018-ban 400 szülés volt. És akkor minden évben tényleg fokozódik, tavaly előtte 700, tavaly 2022-ben 730, 2023-ban pedig 891 beteg szült, és 897 kisbabát szülesztettünk, mert volt ugye 6 ikres terhesünk, és akkor ezért növekszik. Az év elsőszülött gyermekének egyben szimbolikus jelentése is van egy város életében, mutatott rá Lestján Balázs alpolgármester. A gyermek születése mindig valami reményt sugároz mindnyájunkban, és hát így van ez a városban is, az első babával is, és azért szoktuk köszönteni, hiszen ez a reménység majd a jövőbe vetett hitünket próbálja egy kicsit szimbolizálni, úgyhogy nagyon örülünk, hogy ez a baba megszületett, és hát ezt mi bejelenthetjük. A kórházban évről évre több gyermek születik. 2023-ban 891 szülést vezettek le 60-ban. Több mint 2400-an váltottak jegyet a Hatvani Lajos Múzeum nagyszabású Ripoll-Rónai kiállítására az elmúlt 3 hónapban. A tárlat anyagát képező alkotásokat már levették a falakról, és visszaszállították azokat Kaposvárra, az eredeti helyükre. Habár a kulturális intézmény átmenetileg zárva tart, a március 1-jei nyitást követően több új kiállítást terveznek megvalósítani ebben az évben.
A Ripőrónai tárlat legikonikusabb alkotása, a tavaszi munkák is lekerült a Hatvani Lajos Múzeum faláról. A szakemberek a kiállítóteremben az előírásoknak megfelelően csomagolták, majd pakolták a szállítóautóra a képeket. A 3 hónapon át tartó bemutató ideje alatt folyamatosak voltak a tárlatvezetések, és többféle múzeumpedagógiai foglalkozáson is részt vehettek az érdeklődők. Az időszaki kiállítás népszerű volt, több mint 2400 látogató váltott jegyet, hogy megnézze a századfordulós magyar művészettörténet egyik legnagyobb hatású alkotójának életművét, mondta Kökény Ferenc, a Hatvani Lajos Múzeum intézmény vezetője. Nagyon jó hangulata volt a kiállításnak, és elég mély nyomot hagyott itt az itteniekben, meg mindenkiben, aki ide látogatott, és még az utolsó nap, tehát 23-án, amikor már azt gondolhatnánk alapvetően, most már mindenki az utolsó pillanatokban még vásárol, december 23-áról van szó, tehát még akkor is jöttek. És hát mi nagyon örültünk, örültök a hatvaniak is, mindenki, aki idejött, volt, aki Miskolcról csak azért jött el. És én úgy gondolom, úgy ítélem meg, hogy egy kisváros kulturális életében ez egy nagy dolog. Habár a Hatvani Lajos Múzeum az energiaválság miatt a téli időszakban átmenetileg zárva tart, március 1-i nyitásuk után több új kiállítást terveznek megvalósítani a kulturális intézmény munkatársai ebben az évben is. Családi napot rendeznek az Ady Endre könyvtárban január 13-án 9 órától délig. A szervezők egy mesés délelőttel és rekreációs tevékenységekkel várják a vendégeket. Amíg a gyermekek a gyermekkönyvtárban mesét hallgatnak, addig szüleik teázhatnak, olvashatnak és kézműveskedhetnek is. A program ingyenes. Télőző farsangi foglalkozást tartanak kicsiknek és nagyoknak a Grassalkovics Művelődési Házban január 26-án 17 órától. Farsangi hangulat költözik majd az intézmény falai közé, ahol a résztvevők elkészíthetik állarcukat és busóbábjukat, hogy elbúcsúzzunk együtt a téltől. A program ingyenes. Szerdán országszerte derült, napos időre készülhetünk hajnalban, erős fagyokra kell számítani, kora délutánra -1-+3 fok köré melegszik a levegő. Csütörtökön is hasonlóan hideg télies időben lesz részünk, a maximumok -1 és +4 fok között alakulhatnak. Pénteken egy hideg front érkezhet, csak elszórtan fordulhat elő gyenge havazás, illetve futó hózápor. Fagyos lesz a reggel, napközben pedig -3 és +4 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Kedves nézőink, ezek voltak a legfrissebb híreink. Most a mesepercekben a Csókai Csóka című mesét hallgathatják meg a gyermekek. Ezt követően a kommentárban Tóth Zoltán ingatlan szakértő lesz a vendég. Majd a Hatvanikumban Mátyási Gábor képzőművész mutatkozik be. Adásainkat visszanézhetik a 60 TV YouTube csatornáján és Facebook oldalán, híreinket pedig megtalálják a hatvanihirlap.hu weboldalon. Ha tehetik, maradjanak velünk. Viszontlátásra!